Terézvárosi önkormányzat sátrában a környezetvédelem, a környezet tudatosság volt a középpontban. Városlakóként hogyan tudunk felelősen élni? Az érdeklődők ezzel kapcsolatos játékokban mérhették fel tudásukat, a helyes válaszokért apró ajándék járt, a terézvárosi lakosok pedig még sorsolásokon is részt vehettek, értékes ajándékcsomagokat, főnyereményként pedig kerékpárokat nyerhettek. Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere, immár hagyományosan őszi gyümölcsökkel és BKV jegyekkel ajándékozta meg a látogatókat. Izgalmas, érdekes helyszín volt az 5-10 sátra is, ahol az őszi évad gazdag program kínálatához kapcsolódóan a nagyokat kulturális fejtölőkkel, a kisebbeket pedig egész napos gyermekfoglalkoztatóval, a Laza Paca alkotóműhely kézműves foglalkozásával várta. A legkisebbeknek egy egész játszósátrat rendeztek be, sok-sok készség és képességfejlesztő játékkal. A Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány és a 6. kerületi rendőrkapitányság közös programjaként látványos bemutatókon vehettek részt a látogatók. A gyerekeket kreszpálya és a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tesztek várták. A helyes megfejtést adók között vasárnap 17 órakor sport ajándék utalványokat sorsoltak ki. Lehetőség volt a kerékpárok regisztrációjára, amelynek során a bringák egyedi azonosítót, matricát és UV-festékkel ellátott sorszámot kaptak. Az idén ismét jelen volt a rendezvényen a Terézvárosi Rendészeti Osztály és a Polgárőrség. Munkatársaitól mindennapi munkájukról, tevékenységükről számos információt tudhattak meg az érdeklődők, valamint kipróbálhatták az elektromos autókat is. Az idei autómentes nap, hál' Istennek, gyönyörű időjárás mellett zajlik. Terézváros önkormányzata is sokat készült erre a hétvégére, de természetesen nem csak ilyenkor hétvégén, hanem egész évben nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a környezeti nevelésnek. Tudjuk azt, hogy Terézváros valamennyi óvodája ökoóvoda, és az iskolák nagy része is természetesen az. A környezettudatos szemlélet megjelenik Terézváros sátrában is, hiszen az idén is környezetvédelmi totót tölthetnek ki az erre sétálók. Lényegében a polgármesteri hivatal, illetve a cégeink is mind-mind készültek valamivel erre a hétvégére, hiszen maga az 5-10, a kulturális közalapítványunk, aki szervezte ide ezeket a sátrakat. Ismerős arcok, Bendegúz, hát nem is tudom, hányadik évet csináljuk itt veled az interjút a Terézvárosi Korzon. Légy olyan kedves mesélni, hogy milyen élményeid voltak ma. Eddig jó élményeim voltak, a programok jók, mint mindig. Sok újdonság van kint. Szerintem jó, nagyon jó élményeim voltak. Mi volt a kedvenced? Voltak ilyen régi fa társasok, meg ilyenek, ilyen felújított társasok, azok tetszettek nagyon. És a végén volt egy ilyen környezetvédelmi totó, amit hiba nélkül sikerült kitöltenem. És amiért is mondjuk el a kedves nézőknek, hogy akár egy kerékpárt is nyerhetsz. Az anyukától kérdezzük, hogy miért szeretsz Terézvárosban lakni? Hát én itt nőttem fel, most már 36 éve lakom Terézvárosban. Minden közel van. Jó, én tényleg általános iskolába ide jártam. Szerintem ez a legjobb kerület Budapesten. Az idei autómentes napra is készültünk és kijöttünk, és vannak jól bevált játékaink, amiket kihoztunk a gyerekeknek. Természetesen kijött Horváth Szászi Erzsébet a kreszpályával, természetesen készültünk különböző kresztesztekkel és kresztfeladatokkal. Szeretnénk sorsolni is a gyerekeknek mindenféle ajándékutalványokat, amikkel reméljük, hogy kerékpárokat fognak vásárolni a szülők a gyerekeknek. Készültünk a gyerekeknek különböző ügyességi feladatokkal, labirintus játékokkal, illetve fognak jönni a 6. kerületi rendészet munkatársai mindenféle nehézségű játékokkal és ismeretterjesztő feladatokkal. Természetesen fog jönni a 6. kerületi rendőrkapitányság is, és fogja
folytatni a népszerű kerékpáros regisztrációt. Jó, nagyon sok gyerek van, úgyhogy Márk is nagyon jól érzi magát. Mi mindent megtalálunk, amit szeretnénk, hogy szórakozni tudjunk. Márk, légy olyan kedves elmondani nekem, hogy mi volt eddig a kedvenced? A kockás játék, a Lego, az építés. Építettünk egy nagy kuckót, és Több évig laktam itt az Izabella utcában, úgyhogy Terézváros a szívem csücskévé is vált, kiváltképp ez az autómentes nap miatt is, ami már 8. éve kerül itt megrendezésre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Közösségi médiából értesültem arról, hogy például Indonéziában már minden hétvégén bevezették ezt, nálunk is lehetne ezt szorgalmazni, sokkal tisztábbá válna a levegő, és ösztökélne az embereket arra, hogy egy kicsit sétáljanak, kimozduljanak otthonról, és ne legyenek mindig az autójukhoz, személygépkocsijukhoz kötve. Még csak most érkeztünk, nagyon jól érezzük magunkat, főleg a unokám, hiszen mit csináltál? Mesél csak el. Vízibolhákat szedtem egyik elémből a másikba. Igen, mennyire tiszta a víz minősége, azt vizsgáltuk. Meg hogy lugos vagy savas egy folyadék, hát ez rendkívül tetszett neki. Ez a vízibolha gyűjtögetés, hát ez egy igazi élmény volt, tehát ilyenben még nem volt része. És akkor még nem vagyunk a végén, még csak itt vagyunk a Izabella utcánál. Sokadik alkalommal van lehetőségünk arra, hogy a rendészeti osztály pozitív arcát is meg tudjuk mutatni az autómentes napon. Csináltunk egy nagyon helyes kis ugráló lehetőséget, amelynek a gyermekek, akik igen nagy számban elleptek minket a korai órákban, nagy örömükre szolgált, hogy itt végigugrálhatták. Tudunk kerékpárregisztrációt is biztosítani a rendőrség segítségével, valamint tudunk különböző olyan foglalkozásokat tartani velük, amely örömükre szolgál. Nagyon sok kisgyermek, kamasz és felnőtt is megkeresett minket, idén is népszerű a részek szemüvegünk, akadálypályát is készítettünk számukra. Most első alkalommal csináltattunk egy ilyen Terézváros feliratot, ami krizantémumból van kirakva. Nagyon nagy sikere volt, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy Terézváros hírnevét öregbítsük, illetve hogy az emberek, amikor a mi korzónkra érnek az autómentes napon, akkor tudjanak róla, hogy ez egy Terézváros önkormányzatának a szervezése. A felirat egyébként később Terézváros egyik közterén lesz látható, és reméljük, hogy ott is mindenkinek nagyon fog tetszeni. Szerencsés nyertes van itt közöttünk. Mit szóltatok, amikor meghallottátok a neveteket? Hát én meglepődtem, nem számítottam rá nagyon. Ugye, de örülünk neki, köszönjük. Kié lesz a bicikli? Apukája. Apáj. Néhány órán belül vége van az autómentes napnak, immáron a második napnak. Én azt tudom elmondani erről a rendezvényről, hogy egy nagyon jó társaság jött itt össze a 6. kerületi rendőrkapitányság részéről, ugye TEKA részéről, a 6. kerületi város üzemeltetési osztály, rendészeti osztályáról. Egy nagyszerű társaság, együtt dolgozunk mindenki mindenkivel, segítjük egymást, fárasztó, de az, hogy lendületet adjunk egymásnak, és mindenkinek van egy jó mosolya. Én azt gondolom, hogy tele vagyunk élményekkel, kerékpárregisztráció. Emlékeim szerint tegnap egy kerékpárregisztrációnk volt, ma már 10. Ez is nagy sikert aratott mindenki a csapatból. Most már értünk a kerékpárregisztrációhoz, nagyon jól megy, ezt is megtanultuk. Tesztelünk, feladatok, színezünk, beszélgetünk, családok, együtt társalgunk, tanácsokat kérnek tőlünk. Én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon mozgalmas két napról kell, hogy beszéljek, és remekül érezzük magunkat. Itt voltunk az autómentes hétvégén, mind a két nap, szombaton és vasárnap is. Ugye most már vasárnap délután van, de még mindig nagyon sok az ember, hál' Istennek. Készültünk bemutatókkal. Mind a két nap volt wordjumpingunk, volt zumbánk, volt aerobikunk, illetve alakformáló tornánk. Itt vagyunk a Terézvárosi Korzon, ti Erzsébetvárosból jöttetek át ide körülnézni, hogy érzitek magatokat? Nagyon jó, minden a helyén is nagyon jó érezzük magunkat. Mi volt neked a legnagyobb élmény a két nap alatt? Hát, hogy nagyon sokat tájöttek, a zene is jó volt, jók a programok is. Miket próbáltatok ki? Ugrálóvár, keresztrejtvényt fejtettünk, különböző olyan játékokkal tudtak játszani, amit ugye otthon nem nagyon van, csocsó többek között, biliárdoztak, képkirakó,
tehát ez itt tényleg nagyon színes programok vannak, rengeteg ember van, tényleg egy nagyon jó program lett, úgyhogy mi jól érezzük magunkat abszolút, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt lettünk. Családi programként jöttetek ki, mi volt az, amit mindenképpen szeretetek volna megnézni? Minden nagyon jó volt, és minden nagyon tetszett, mindent kipróbáltunk, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Nagyon szép minden. Hát azon kevés szerencsés nyertesek közé tartozol, akik most már másodjára nyertek kerékpárt itt a környezetvédelmi totó kitöltésével. Nehéz volt a totó? Igen, nem volt nehéz. Tudtam, hál' Istennek, minden kérdésre pontosan válaszolni. Milyen kérdések voltak? Hova dobjuk a szelektív hulladékot? Mit szabad beledobni? Szerintem miért fontos a környezetvédelem? Hogy kíméljük a környezetet, és egészségesebben tudjunk élni. Kié lesz ez a bicikli? Hát nem tudom, vagy az enyém, vagy valamelyik unokámé. Van én nekem 3 gyönyörű szép unokám, és nagyon szeretnek biciklizni. Nézzünk, ez volt már a Terézvárosi magazin. Szeretném fölhívni figyelmüket, hogy hétvégén Terézvárosi búcsú lesz, mindenkit várunk, és természetesen választás is lesz, minél többen járuljanak az urnákhoz, hiszen együtt tudunk dönteni a jövőnkről. Most ne menjenek el, mert megtekintetik az Ez történt a héten című összeállításunk ismétlését, én pedig egy hét múlva ismét árulom őket. Viszontlátásra!